Köszöntöm Önöket! Miben más és hogyan kell tárgyalni egy kínai céggel, ellentétben azokkal a mondjuk európai cégekkel, amit megszoktunk? Erről is beszélünk a mai adásban. Mint ahogy arról is, hogy hogyan kellett változtatni az Egy Jövezet Egy Út kezdeményezésén Kínának. Ugye 10 év eltelt, húztak egy vonalat, és most másra kell fókuszálni. Vendégem Pető Ernő, a ChinaChem Hungary magyar-kínai gazdasági kamara elnöke. Köszöntöm. És mielőtt beszélgetünk, nézzünk meg egy rövid összefoglalót a 134. kantoni vásárról. Kedves nézőink! Október 15-én nyílt a 134. kantoni kereskedelmi vásár, amelyen több mint 100 ország körülbelül 100 000 külföldi vállalkozója vett részt. Vajon milyen érdekes kínai termékek láthatóak a vásáron? A következőkben személyesen megtapasztalhatjuk. Tartsanak velünk! A kantoni kereskedelmi vásár 1957-ben jött létre, évente kétszer, tavasszal és ősszel rendezik. Az idei őszi vásár október 15-től november 4-éig tart. Körülbelül 100 000-en, főként külföldiek jelezték részvételüket az őszi vásáron, sokkal többen, mint tavaly. Az európai és amerikai kiállítók száma 8,6%-kal nőtt, 97 ipari és kereskedelmi szervezet vesz részt a vásáron Európából, az Egyesült Államokból, Ázsiából és Afrikából, ami 86,5%-os növekedés az előző vásárhoz képest. Sok külföldi kereskedő már régi barátja a kantoni kereskedelmi vásárnak, és amint ideértek, egyenesen az ismerős kínai partnereikhez mentek. A kantoni vásáron folyamatosan erősödik az együttműködési hangulat, ez a külföldi kereskedők Kína külkereskedelme iránti elvárásait is mutatja. Az őszi kantoni vásár 3 fázisban kerül megrendezésre. Az első szakasz október 15-e és 19-e között zajlott, az ekkor bemutatott termékek főleg elektromos árucikkek, háztartási készülékek, autóipari termékek és mezőgazdasági gépek voltak. A második szakasz október 23-ától 27-éig tartott, a termékek főként háztartási cikkek, konyhai eszközök, ajándékok és építőanyagok voltak. A harmadik szakasz október 31-től november 4-éig tartott, a termékek főként textíliák, ruházati cikkek és orvosi felszerelések, valamint játékok voltak. Vagyunk egy különleges vállalat standjánál, hiszen ők foglalkoznak a termékek közép-kelet-európai exportjával. A következőkben a vállalat vezetőjével beszélgetünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az önök termékeit többnyire hova exportálják? A termékeinket főleg Európába, például Spanyolországba és Olaszországba exportáljuk. A gyárunkban termelt gépjárműfékrendszer széles körben használt az európai járművekben, hiszen áraink abszolút piacképesek. Az őszi vásár látogatóinak száma sokkal több, mint régen. Eddig már több mint 20 európai vállalattól kaptunk megrendelést. A következőkben küldünk nekik árajánlatokat, és beszélünk a termékek részleteiről. Szóval úgy vélem, hogy az idei kantoni vásár még eredményesebb, mint régen. Jó napot! Ez milyen alkatrész? Ez áramköri szigetelő, bár kicsi, széles körben felhasználható a járművekben. Úgy hallottam, hogy az önök termékei többnyire Európába kerülnek. Igen, Észak-Európába, Közép-Európába, például Nagy-Britanniába, Németországba, Lengyelországba. Magyarországra és Csehországba is exportálnak? Igen, ezekbe az országokba is exportálunk, és nem csak alkatrészeket, hanem magas minőségű termékeinket is.
Sok európai kereskedő érkezett erre a kantoni vásárra. Igen, elégedettek vagyunk a kantoni vásáron elért eredményekkel. Az elektromos járművek kiállítási részlege a kantoni vásár egyik legnépszerűbb pontja. A kiállítási termékek lefedik az elektromos járművek teljes iparági láncolatát, beleértve a személyautókat, közösségi közlekedési járműveket és töltőállomásokat. A különböző autógyártók legjobb termékeiket mutatják be a hazai és külföldi kereskedők figyelmének felkeltéséért. Idén Kínában az elektromos járművek exportja növekedési tendenciát mutatott. Statisztikai adatok szerint januártól szeptemberig Kína 825 ezer elektromos járművet exportált. Ennek köszönhetően a kapcsolódó iparágak, mint például a töltőállomások és a kapcsolódó termékek egyaránt jelentős növekedést várnak. Ez egy elektromos vintage autó, amely sok külföldi kereskedő figyelmét felkeltette. Ezt az elektromos buszt Európába is exportálják. Amint látható, mind a megjelenését, mind az ülőhelyeit az uniós szabványoknak megfelelően tervezték. A lakókocsi tetején található egy matrac, amelyet a lakókocsiba tehetünk, és így a sofőrök utazás közben pihenhetnek. Ezek a gumiabroncsok nagyon szélesek, így jóval könnyebben alkalmazkodnak a komplex terepekhez. A pótkocsi súlya csak 400 kg, vagyis viszonylag könnyű. Különböző mezőgazdasági gépek is vonzák a külföldi kereskedők figyelmét. A 134. kantoni vásáron először hoztak létre külön kiállítási részleget a mezőgazdasági gépek számára. Ennek oka, hogy jelentősen emelkedett a fejlődő országok vásárlóinak száma. Ezekben a mezőgazdasági termelő országokban nagy a kereslet a mezőgazdasági gépek iránt. Kedves nézőink! A 134. kantoni vásár november 5-én bezárta kapuit. Találkozunk legközelebb! Mi a jelentősége ennek a kantoni vásárnak odakint, és Magyarország hogy kapcsolódik ehhez? A kantoni vásár az egyik legrégebbi Kínában megrendezett vásár. 1957 óta rendezik meg, és Magyarországot többször hívták meg, többször volt Magyarország díszvendége ennek a vásárnak. A mostani, a 134. vásár tavasszal és ősszel rendezik meg, minden alkalommal 3-3 különböző fázisa van, 3 alkalommal különböző árufajtákat mutatnak be, és többek között a China Cham rendezte a kantoni vásár magyarországi promóciós rendezvényét szeptember elején. A vásár jelentősége abban van, hogy most először a vásár szervezői nem csak az exportra gondoltak, hanem külön pavilont rendeztek be a külföldi cégeknek az importárukra. Ezen Magyarország kiállítóként még nem tudott idén részt venni, de már szervezzük azt, hogy jövőre Magyarország is kiállító legyen a kantoni vásáron. Mi az, amit oda vihetünk mi? Mi az, amivel Magyarország labdába rúghat Kínával szemben, vagy Kínában? Amivel mi tulajdonképpen általánosságban Kínában labdába rúghatunk, az a minőségi agrártermék. Azok az agrártermékek, azok a borok, azok az élelmiszerek, amelyek nem tömegtermeléssel készülnek, hanem egyediek, hiszen Kínában van ma már egy olyan körülbelül 500 milliós nagyságrendet képviselő középosztály, amelyik igényli ezeket a termékeket, kész és hajlandó, és meg is tudja fizetni. Ugye említett, hogy a China Cham szervezte ennek a rendezvénynek, ennek a vásárnak a promócióját. Ez mit jelent? Magyarországon is akkor ismert ez a kantoni vásár? Igen. Igen, ismert a kantoni vásár. Nagyon sokan mentek ki Magyarországról
látogatónak, a VOSZ szervezett többek között néhány cég képviselőiből delegációt, tehát volt egy ilyen szervezett út is, de én tanulja voltam annak, amikor a kantoni vásárral kapcsolatban a kínai nagykövetség konzuli osztálya előtt hosszú sor volt, akik vízumra vártak, és a konzuli osztály dolgozói elmondták, hogy ők a kantoni vásárra mennek. Hogyan kapcsolódik mindez, a vásár, az ott megjelent termékek és ezek a gazdasági kapcsolatok ahhoz, hogy ugye most ünnepelte a 10. évfordulóját az Egy Jövezet, Egy Út kezdeményezéséről, egyébként nyilván ebben a műsorban is beszámoltunk több szempontból, de szó volt arról, hogy így a 10 év után kell kvázi egy ilyen vonalat húznia Kínának, és egy picit átgondolnia ezt az Egy Jövezet, Egy Út kezdeményezést, hiszen az indulás óta itt volt egy nagyon komoly Covid világjárvány, közben egy orosz-ukrán háború, közben most ugye egy izraeli háború, és ki tudja, hogy mi lesz a Közel-Keleten. Szóval mennyiben változtatja ez meg ezeket a típusú gazdasági kapcsolatokat? Alapjaiban változtatja meg a gazdasági kapcsolatokat, és alapjaiban változtatja meg Kína hozzáállását ehhez a idézőjelben vett projekthez. Hat puskázzak, az eddig eltelt 10 évben ez az Egy Övezet, Egy Út, vagy Belt and Road Initiative, amit én Kína nyugati nyitásának nevezek, alapvetően egy infrastruktúrális projektnek indult, de ennek keretében az elmúlt 10 évben 3000 különféle projektet valósítottak meg, és mindezt körülbelül 1000 milliárd dollár értékben. Ezt át kellett értékelni, és most a 10. évforduló alkalmával egy ilyen 8 pontból álló programot fogalmaztak meg, ami már nem csak az infrastruktúrával foglalkozik, sőt, nem elsősorban az infrastruktúrával foglalkozik. Európa szerencsés helyzetben van, mert az egyik első helyen szerepel ebbe az új programba a kína-európai vasúti áruszállítás szerepének növelése, de aztán foglalkozik a nyitott világgazdasággal, foglalkozik azzal, hogy Kína kész arra, hogy lebontsa azokat a korlátokat, amikre nagyon sokszor panaszkodnak az EU tagállamok, nagyon sokszor panaszkodik az USA, hogy Kínában korlátokat állítanak a vegyes vállalatok elé. A harmadik az, hogy Kína gyakorlati együttműködést akar megvalósítani a BRI-hez csatlakozott körülbelül 150 országgal és szervezettel. Ez számokban azt jelenti, hogy a projekt számára 350 milliárd yuan, ami durván olyan 48-49 milliárd dollárnak felel meg, egy ilyen finanszírozási keretet fognak nyitni. Ezt a keretet két bank nyitja, a kínai Exim Bank és a kínai Fejlesztési Bank, és többek között azért azt meg kell említeni, hogy a fórumhoz csatlakozó eseményeken a különböző cégek, illetve állami szervek közel 100 milliárd dollár értékben írtak alá olyan üzleti megállapodásokat, amik már az újat tartalmazzák. Nagyon fontos az, hogy Kína deklarálta elkötelezettségét a BRI-n belül is a zöld fejlődéshez, a zöld infrastruktúra fejlesztéséhez, és a zöld energia és a zöld közlekedés fejlesztéséhez. Nem szabad elfelejteni, hogy ma már Kína a legnagyobb elektromos autógyártó a világon, és a legnagyobb elektromos autó exportőr. A ötödik ilyen volt, hogy a tudományos, technológiai és innovációs együttműködést kívánják fejleszteni. Tehát hol tartunk most már az infrastruktúrától? Eléggé messze, úgy gondolom. A hatodik, ami eddig nem volt, és Kínában ez nagyon fontos, az emberek közötti kapcsolatok fejlesztését is ebbe a programba belevették,
és itt ebbe beletartozik a Selyemút Színházi Szövetség, a különböző ezzel kapcsolatos művészeti fesztiválok, múzeumok cseréje és egy külön kifejezetten erre vonatkozó ösztöndíj program. És végül, de nem utolsó sorban, Kína rájött arra, amiről a korábbi adásban beszéltünk, hogy nekik is és a programban résztvevő többi országnak is túlzott elvárásai voltak ezzel a Belt and Road programmal kapcsolatban, de ugyanakkor Kínában sem teremtették meg ennek az intézményi hátterét, és most ki fognak alakítani egy titkárságot, és ki fognak alakítani kifejezetten egy Belt and Road-dal foglalkozó intézményi hátteret. Tehát igazából az első 10 év kvázi mondhatjuk azt, hogy a megágyazása volt annak, hogy akkor most már gyakorlati vagy sokrétű program induljon ebből az egy övezet egy útból. Igen. Igen, és azért azt tudomásul kell venni, van egy térkép, ami nagyon beszédesen mutatja azt, hogy azért Kínának az alappiaca, a bázispiaca a körülötte lévő országok, és a Belt and Road beruházások kapcsán nagyon világosan lehet látni azt, hogy Európa szerepel ugyan, Közép-Európa szerepel ebben jobban, mint az Európai Unió többi országai, de azért a beruházások nagy-nagy tömege az ázsiai országokba, Afrikába, az óceániai térségbe, Dél-Amerikába ment. Kína nagyon szereti hangsúlyozni ennél az együttműködésnél, az egy övezet egy útnál, hogy ők arra törekszenek, hogy ez egy abszolút win-win szituáció legyen nekik is, és a partnereknek is. Egyrészt ön hogy látja, lehet ez tényleg win-win szituáció, akár Európának is, másrészt majd evezzünk át oda, hogy és Magyarország mit profitálhat ebből, mi lehet a mi szerepünk egy kicsi országként. Ha valaki úgy értelmezi a win-win-t, hogy 50-50%, akkor nem. Ilyen nincs. Ha azt nézzük, hogy ki milyen hasznot tud saját magának realizálni, amiért tenni is kell, nem csak várni, akkor ez lehet egy win-win projekt azoknak az országoknak a számára is, akik most úgy érzik, hogy nincsenek megelégedve. Hadd mondjak egy példát, Olaszország volt az első ország a G7-ek közül, amely 2016-ban csatlakozott a BRI-hez, és most lehet olvasni a sajtóban, hogy 2024-ben nem kívánják megújítani az ezzel kapcsolatos megállapodásukat. Én annyit tudok, hogy 2018 és 2022 között az olasz-kínai forgalom közel a duplájára emelkedett, és 50%-kal nőtt az olasz export Kínába. Nekik ez nem elég. Akkor most igen. Kérdés, hogy ez win-win, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy igen. Mit kell tudni a China Chamről? Mi az önök feladata, az önök küldetése? A China Cham 20 évvel ezelőtt, éppen most vagyunk 20 évesek, 20 évvel ezelőtt alakult 2003-ban. A 2000-es évek elején már lehetett látni azt, hogy a magyar-kínai politikai kapcsolatok új szakaszba lépnek, és ezt óhatatlanul követnie kell a gazdasági kapcsolatok fejlődésének is. Ekkor alakult meg a China Cham, amelyik egy bilaterális kamara, kifejezetten a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztésére koncentrál, és alapvető feladatunknak azt tekintjük, hogy a magyar és kínai vállalatoknak egyaránt, a kis és középvállalkozásoknak elsődlegesen segítsünk abban, hogy hogyan lehet a másik országban, ami azért 9,500 kilométerre van innen, aminek a üzleti kultúrája különbözik az európai kultúrától, és én most nem minősítem, csak azt mondom, hogy máshogyan kell Kínával és kínai üzletemberekkel tárgyalni, mint európai vagy amerikai üzletemberekkel. Ezt szeretnénk mi
tanácsokkal, segítséggel, útmutatással, konferenciával, üzleti klubbal, rendezvényekkel, ahol hívnak bennünket előadónak, ott különböző előadásokkal elősegíteni. Azt meg kell, hogy mondjam, hogy az én véleményem szerint a két ország kis és középvállalkozóinak, tehát az SME szektornak a problémái ugyanazok. Még akkor is, hogyha a kínai középvállalatok mondjuk 50-szer nagyobbak, mint a magyar. Alultőkésítettek, nehezebben kapnak hitelt a bankoktól, hiszen nem tudnak nekik mit adni. Nincsen meg a nemzetközi tapasztalatuk, nincsen meg az ismeretük a másik piacról, és nincsen meg a szükséges tudásuk. Mondjon nekünk azért minimum egy műhely titkot, hogy mi az, amivel nem árt szembesülnie annak, mondjuk a kis és középvállalkozásnak, aki Kínával szeretné felvenni, vagy egy kínai céggel a kapcsolatot. Említette példaként ezt, hogy a tárgyalási kultúra más, különböző, nem jobb vagy rosszabb, de például mi az, ami meglephet minket, amikor leülünk egy megbeszélésre? Az meglephet minket, hogy a kínai tárgyaló partner mennyi mindent akar megtudni rólunk. Akár még a privát szféránkból is, a magánéletünkről. Azt tudni kell, hogy nem egy rövid távú dolog egy kínai üzletig eljutni, de hogyha a kínaiakkal kötünk egy üzletet, akkor az hosszú távra szól. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy, és ez valahol hasonlít a magyar mentalitáshoz, nagyon sokszor az ebéd vagy a vacsora mellett dől el igazából, hogy az ötlet létrejön-e vagy sem, és utána a szerződés aláírása az már részletkérdés és formalitás. Egy kis protokoll. Igen. No, mit tart a legnagyobb sikernek egyébként a China Champ történelmében 20 év alatt? Van olyan, amit ki tud emelni, ami kiemelten komoly siker, eredmény? Komoly siker és eredmény az, hogy közel 10 testvérvárosi megállapodást hoztunk létre, hoztunk össze. Azt is komoly sikernek tartom, hogy ma már a kis és középvállalkozások közül nagyon sokan eljönnek, és megkérdeznek bennünket, hogy hogyan kezdjenek bele egy kínai üzletbe. Tehát nagyon sokszor volt a én időmben is, jó pár évvel ezelőtt, hogy kaptunk egy e-mailt, Kínába szeretnék importálni, partnert keresek, kérem a segítségüket. Nem lehet vele mit kezdeni. Ma már azért másképp vannak a vállalatok, és azt tartom a legnagyobb sikerünknek, hogy jó néhány helyen sikerült azt megvalósítani, hogy ez a Kínával való kereskedelem Közép-Európában, Magyarországnak, anélkül, hogy összefogna és kooperálna a szomszédos országokkal, nem megy. Petőernő, köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra.